estét kívánok! Önök a Fehérvár Televízió esti mérleg című műsorát látják. Izgalmas témával érkeztünk a mai napon is, mint ahogy már az ajánlóban Novák Rita kolléganőm említette, a Krajcáros Alapítvány egyik nagyon-nagyon fontos programjával fogunk nyitni, illetve erről fogunk beszélgetni. Elsőként Németh Istvánt kérdezem, a Krajcáros Alapítvány elnökét, hogy beszéljen kicsit magáról az alapítványról, és hogy mi ez a fő program. Jó estét kívánok a nézőknek! A Krajcáros Alapítvány Székesfehérváron dolgozik 1993-tól, és hát körülbelül 2000-től a fő tevékenysége a hadisírgondozás, illetve ehhez a gondolathoz kötődően egyéb kulturális tevékenység, tehát kiállítások, rendezvények bonyolítása, szervezése, könyvkiadás, nagyjából ennyi az alaptevékenység. Most mégis ez egyik fő tevékenységükről fog szólni ez a mai beszélgetés, ez pedig a hadisírgondozás. Hogyan fejlődött ki ez az egész, hogy pont a hadisírgondozás? Hát a szervezetünk alapvetően kötődik a honvédséghez, lévén, hogy a létrehozói azok akkor még aktív pénzügyi tisztek, közalkalmazottak voltak, és hát gyakorlatilag az önkéntes holdudvarunk tisztségviselőink is ebből a körből tevődnek ki, illetve a partner civil szervezetek is, a Nyugdíjas Klub, a HTBK, MATASZ például ehhez a szervezeti kultúrához kötődően teszik a dolgukat, és hát 2000-ben volt az első olyan nagyobb fellángolás, amikor az önkormányzat, illetve a HTBK partnerségében ellátogattunk a Doberdó térségébe, a Vizintini akkor egy romos kápolnához, avval a kezdeményezéssel később, hogy jó volna ezt felújítani. Hát ez a folyamat ez gyakorlatilag 2009-ig tartott, tehát kicsit elég hosszú ideig, és akkor május 29-én föl is avatták ezt a kápolnát, aminek egy kicsit úgy érezzük, hogy a mai napig is a bábái közé tartozunk. Voltunk azóta karbantartani, festeni, mázolni a farészeket, fémrészeket, járólapozni. Tehát ami egy ilyen létesítménynél, szabadtéri létesítménynél ugye nyilvánvalóan aktuálissá válik néhány év után. Ebből a kezdeményezésből aztán fokozatosan fejlődött ki más irányú programok is, amik hasonlóak voltak. 2013-ban például Szent István szobor került átadásra Cserpalkovics polgármester úr részéről a Gyergyó Szent Miklósi polgármesternek, és ma ez a szobor egy kultúrált környezetben, a Gyilkostó partján van elhelyezve. Hát hasonló dolgok vannak a világban sok helyen, vagy legalábbis mi úgy érezzük, közel 8 helyszínen vannak ilyen fából és készült szobraink, emlékművek, emlékjelek, és hát az utolsó időszakban 2010-től pedig a Felvidéken kerültünk kapcsolatba az ottani szlovák partnerünkkel, aki a visegrádi országok civil szervezeteit érintően Magyarországot mi képviselve létrehoztak egy csoportot, akik feladatuknak gondolják, hogy a Felvidéken közel 180 katonatemető vagy parcella van az első világháborúból, ez a centenárium jegyében minél több kerüljön megújításra, méltó állapotba az akkor harctéren maradó katonák, honvédek, bakák emlékéhez. Miért fontos? Mi a célja a felújításoknak? Nekem személy szerint mély meggyőződésem, hogy a tárgyasult emlékek mindenképpen fontosak. Azoknak az állaga pedig önmagában meghatározó, hogy méltó legyen a
környezethez, meg az általa képviselt értékrendhez. A Felvidéken is avval találkoztunk, hogy közel 100 év távlatában rendkívül elhanyagolt, sok helyen a természet visszafoglalt ezeket a temetőket, és hát mint ahogy az nagyjából ismert a történelemből, idegen hatalom jelképének tekintették ezeket a temetőket is, szobrokat is, így nem is áldoztak rájuk. Most viszont úgy vélem, hogy éppen ideje volna akár egy közös emlékezetnek, közös tevékenységnek ennek a megújítása érdekében. Annál is inkább, mert ha sikerül ezeket az emlékjeleket, sírkerteket méltó körülmények közé, hogy állapotba hozni, akkor lehet oda vinni rendezvényeket, és ezt gondolom a legfontosabbnak, mert hiába vannak az emlékjelek, emlékhelyek, hogyha nem tudunk hozzá emberi emlékezetet kötni. És hát ennek jegyében gondoljuk azt, hogy ezt a tevékenységet nem csak a mi generációnknak, hanem minél inkább a tizenéves korosztályba is át kell, hogy ültessük. Kik azok, akik gondozzák a sírokat, és hogyan kerülnek képbe a gyerkőcök, a tinédzserek? Hát az ifjúságot azt körülbelül 2013-tól, 2012-től sikerült az Árpád szakképzőiskola révén bevonni ebbe a munkába, illetve a Fejér megyei Matasz közreműködésével, partnerségével, és hát ebből is ugye már nyilván adódik, hogy középiskolás diákokról van szó, akiknek én azt gondolom, hogy minden tiszteletet megérdemel a tevékenysége, mert hát ezen a helyszínen azért egyrészt nehéz fizikai munkát kell végezni, másrészt hol sárban, hol esőben, de nyári időszakban pedig többnyire a tűző rekkenő hőségben kell a tevékenységet megoldani. Nyilván mellettük ott van az idősebb, nyugdíjas korosztály, és hát azt hiszem, hogy ez önmagában egy olyan kapcsolat, hogy akár a szabadidő hasznos eltöltése, akár az érettségihez szükséges 50 óra önkéntes tevékenység, akár önmagában a hagyományőrzés gondolatát, történelmünket fölelemenítve lévén, hogy Fehérvár önmagában büszkén hirdeti, hogy katonaváros, és ennek a jelszónak, illetve jeligének a tükrében úgy gondolom, hogy tesszük mi is a dolgunkat. Alapvetően ugye tinédzserekről, 18 évesekről beszéltünk most itt az előbb. Átérzik ők ennek a dolognak a fontosságát, a szellemiségét? Nekem meggyőződésem, hogy igen, de természetesen ez most az én személyes véleményem, talán azt gondolom a Havasi úr erről majd mélyebben tud szólni. De ha ne adj Isten, most csak annyi történik, hogy gondolatukban benne van ez a tevékenység, és mint fiatalok, nevezzük úgy, hogy jó bulinak tartják, hogy egy ilyen erőt próbáló rendezvénynek a tevékeny részesei legyenek. Én azt hiszem, már akkor is sokat tettünk, mert elhintettünk, elültettünk olyan magvakat, ami valószínű megmarad bennüket, és ha más nem, néhány évtized múlva majd arra emlékeznek, hogy emlékszel, amikor ott ilyen és ilyen dilemmákat, vagy ilyen problémákat kellett leküzdeni, megoldottuk, jól éreztük magunkat, büszkék lesznek magukra. Hogyan tudunk elképzelni egy ilyen sírgondozást? Mit csinálnak ők pontosan? Hát én egy temetőt ragadnék ki most hirtelenében a 180-ból, bár most már nem ez az egy temető van, amit egyrészt úgymond ott van a kezünk munkája, másrészt pedig van a köztük, amik befejeződtek, tehát átadásra kerültek ünnepélyes körülmények között, de Velkőbb a térségnek, Észak-Kelet-Szlovákia, a lengyel,
szlovák-ukrán határhoz közel. Közel 9000 főnek a nyughelye. Ez gyakorlatilag egy óriási dzsumbúj bozótos volt a falu mellett, amit nagyon sok éves munkával, főként a helyi Klubvojenszkij História Beskidi civil szervezet partnerünk, munkatársai egyrészt levéltári adatokkal beazonosítottak, fölkutattak, olyan állapotba hoztak, hogy ott már lehetett a korabeli levéltári adatok alapján az eredeti sírdomborulatokat helyrehozni. Hát nyilván itt jelentős fizikai munka van, tehát sódert kell a sírok közé elhinteni, vagy elhordani, akkor próbálunk nem járólapokat, de valamilyen formátumú laposköveket ott szintén járófelületnek kialakítani. A sírhantoknak a vonulatait körben próbáljuk kialakítani különféle kőanyaggal, nevezzük téglának, és hát reméljük, hogy ez a térség nagy temetője valamikor azért 18-ra el is készül, és valamikor egy méltó helyszíne lesz az emlékezetnek. A Krajcáros Alapítvány munkáját segíti a MATASZ is, a MATASZ Fejér megyei szervezetének elnökét kérdezem most, Havas Imrét, hogy hogyan kapcsolódtak ők bele ebbe a munkába? Nagyon egyszerű volt. A 2012-ben az Árpád szakképző iskola bázisán létrehoztunk egy honvédelmi szakkört, ahol gyerekek délután szabad időkben szabadon csatlakozhattak, és ez a szakkör arról szólt, hogy megismertessük el a mai magyar honvédséget, mit jelent az, hogy katona, mit jelent az, hogy hazaszeretett honvédelem, és többek között a hagyományőrzés, mint egy olyan dolog, megpróbáltuk a gyerekeket belevinni ebbe a dologban, hogy megismertessük velük, hogy az őseik merre harcolhattak, hol lehetnek eltemetve. Próbáltuk megismertetni velük a Honvédelmi Minisztérium honlapján, hogy hol lehet keresni elhunyt katonákra, alapvetően egy nagyon jó adatbázison a II. Világháborúról, illetve hadifogolytáborokról. Idei évtől most már az első világháborús belesettekről is most már milliónyi név szerepel az adatbázisban. És ezt próbáltuk a gyerekeknek átültetni, megismertetni velük, és nagyon sokan fogjunk arra, hogy keresenek, hogy ilyen nagyapám mit harcolt Isonzóba, és megtaláltam dokumentumot a padláson, elkezdték kutatni a faluban, hogy hol vannak felvésve különböző nevek, hogy nincs ott életlenül rokonságból valaki, és próbáltak utána járni dolgoknak. És 2013-ban, illetve hát ugye ebben a Krajcáros Alapítványnak a tevékenységben, mint MATASZ tagok már 2012-től mi is becsatlakoztunk, pontosan a Velkői projekt kapcsán. Ott volt az első közös megmozdulásunk, ahol a MATASZ is már szalagot kötött a temető, akkor már látszódó temetőnek egy fakeresztet állítottunk fel szimbolikusan. Nyilvánvaló, hogy 18 egy központi emlékművel fog készülni. És gyerekeknek elmondtuk, hogy vannak ilyen lehetőségek, nemzetközi tábor, gyakorolhatjátok a angol nyelvet, mert alapvetően ugye négy nemzet, a csehek, lengyelek, a szlovákok és a magyar szervezetek, civil szervezetek alkotják ezt a visegrádi munkacsoportot, a katonatlanok kért munkacsoportot. És ez érdekelte őket, hiszen a KVA beszéd, amit már említett német úr is, ez túlnyomó részt fiatalokból áll. Tehát fiatal történészek, fiatal egyetemisták, ott kevésbé dominálnak a nyugdíjasok, még nálunk azért több volt a nyugdíjas, és fokozatosan sikerült megnyerni a gyerekeket, hogy először eljött három fő, és nyilván elvitték a hírét neki, hogy hát gyerekeket, ez valami fantasztikus, hogy itt egyrészt nyilván dolgoztunk, kétkezi fizikai munkát végeztünk, de mellette ismerkedtünk, ott voltunk egy idegen országban, megismertük a kultúrát, mert minden egyes ilyen táborozáshoz tartozott egy kis kirándulás, megnézni valami várat, vagy kastélyt, vagy valami már átadott, felújított, megszentelt temetőt, és ez gyakorlatilag ez olyan, mint egy ráncreakció,
akit ez érdekelt, ez nyilván a következő évben már odafigyelt, hogy mikor lesz ilyen, lehet-e menni, milyen feltételekkel lehet menni, és ez így úgy gondolom, hogy nagyon helyes, és hogy erre ráéreztek, illetve áttélik azt, hogy ezek az emberek ismeretlenek, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségűek, ezeknek egy tiszteletet adunk, és ez élni fog ez a tisztelet azáltal, hogy felújítjuk a temetőt, kopjafát, vagy emlékfát, vagy központ emlékművet állítunk. Még akkor is, hogyha ebből a 9000 névből, amit Németh István említett, hogy ebből alig pár név ismert. A többi az ismeretlen katona, de ugye, írják, a Isten előtt nem ismeretlen egyetlen katona sem, aki elhunyt. És ezt próbáltuk megértetni a gyerekekkel, és én úgy gondolom, ezek nagyon fogékonyak erre. Annak ellenére nagyon sok negatívot hallom a mai fiatalságról, de úgy látszik, hogy van egy olyan közeg, aki ez iránt is érdeklődik. Mi lehet a motivációja egy ilyen gyereknek, aki mondjuk részt vesz egy honvédelmi szakkörön, és utána tovább megy egy ilyen táborba? Tehát ezek a gyerekek a honvédelmi szakkör iránt is érdeklődnek, ezek érdeklődnek a hadsereg iránt, a honvédség iránt. Én úgy érzem, hogy ezek egy elközelezettek az a védelme. Uh-huh. És ennek része az, hogy tiszteljük az ősöket, az elődöket, a katona elődöket. A család mennyire lehet itt befolyásoló tényező? Én úgy gondolom, hogy inkább a gyerekek befolyásolják a családokat. Uh-huh. Tehát a visszajelzésekből gondolom így, mert nagyon sok gyerek elment haza, és ott elmondta, hogy mi ez a dolog, mivel foglalkozunk, és akkor jöttek a szülők, hogy hát nekünk ott van egy fénykép, tényleg ott van egy festmény a nagypapáról, a padláson ott van a sufniban valami eltéve, és a gyerekek előszedték, és a szülők elkezdték, hogy tényleg, hát mi ezt eltettük, de nem foglalkoztunk vele, és a család, és így gondolom, hogy pontosan a gyerek révén a család is jobban megismerte a múltját, úgymond. Tehát akkor gyakorlatilag beszélhetünk arról, hogy egy gyerek megtalálta a dédapját, őt nagypapáját, aki mondjuk itt meg itt harcolt. Igen. Konkrétumok vannak erre, tehát hogy utána kutatott, pontosan ezek az adatbázisokban, hogy név alapján minden, és azt mondta, hogy most már tudjuk, hogy hol nyugszik a nagyapa. Eddig mondjuk nem tudták? Igen, tehát nagyon sok esetben nem tudják, hogy hol nyugszik. Nem, tehát elestek katonák, ugye háborús körülmények között nagyon jó dokumentációk voltak, tehát a tábori lelkészek dokumentálták a temetőket, hogy ki hol van eltemetve, de nagyon sok minden dokumentum elveszett, nyoma veszett, illetve nem egyértelmű volt az, hogy az elbeszélések. Tehát kapott egy tábori levélzlapot, hogy itt és itt van eltemetve, és kiderült, hogy az a temető nem is ott van, hanem egész más helyen van. Tehát ez alapján azért levéltáradatok, kutatások alapján azért sok mindent be lehet azonosítani, pontosítani, és volt olyan gyerek, aki ezt érdekelte, fiatal, hogy ennek utána menjen. Bocsánat, fontos, hogy minél több ember csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez? Hát én úgy gondolom, hogy az elődök a tisztelete, a hősök tisztelete, ez én úgy gondolom minél szélesebb körben kell, hogy mozgosítsa a társadalmat. Újra Németh úrt kérdezem, hogy én hogy gondolja? Én csak úgy gondolom, hogy ezt a tevékenységet úgy lehet eredményesnek tekinteni, hogyha minél szélesebb kör érdeklődését keltjük föl. Én úgy szoktam mondani, vagy azt szoktam citálni, hogy társadalmasítjuk ezt a feladatot, ezt a gondolatiságot, fölélesztjük a közérdeklődést iránta, mert anélkül ennek csak lokális, vagy csak nagyon szűk eredménye érhető el. A magyar társadalomban egyébként is az idősebb korosztályban ugye a doberdó mint fogalom maradt meg az emlékezetben, az isonzó, doberdó, piavei csaták. Közel 600 ezer vagy valamivel több magyar katona volt ennek az első háborúnak az áldozata. Ugyanakkor a halálozási létszámba, de mind a sérülés, mind a hadifoglyokban a felvidéki, az orosz front legalább akkora, ha bizonyos időszakban nem nagyobb létszámmal van érintve. Hát csak egyet mondanék, Fehérvárhoz kötődően a Szent István Művelődési Ház udvarán van Gyóni Gézának a szobra, aki szintén ezen a fronton, a Semiszvárának elestekor került hadifogságba, és ezt követően majd a születésével egyező napon halt meg Krasznojarszban a hadifogolytáborban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek pedig, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk továbbra is, további szép estét, viszontlátásra!